Üdvözlő mindenkinek, ezüst Szilver vagyok, ez pedig az első 2016-os figura bemutatóm lesz, még akkor is, hogy ez rohadtul 2015-ben vettem fel, nem mindegy, és akkor gondoltam, hogy valami különlegesebb figurát fogok bemutatni, vagy ahogy látjátok, figurákat, nevezetesen a Transformers megkérdőjelezhető minőségű és fantasztikumú Reed, azaz Robots in Disguise című sorozatból lévő minikonok lesznek most a videóban. Nem konkrétan ezek voltak a sorozatban, hadd majd jelzem el. Ez konkrétan egyiküknek a doboza, a képen látható Drift volt a sorozatban, és nekik volt két minikonja, és ezek a minikonok olyan stílusban készültek, tehát ezt ilyen direkt ilyen, hogy mondjam, gyűjtögetésre találták ki, több sorozat is jött ki belőlük ezekből a figurákból, és ez a Drift figura, meg ugye az álcák feléről is, mint teszem a neve. A lényeg az, hogy készültek hozzá ilyen kilövők, amihez abszolút sem értelme nincsen szerintem, mivel a minikonok nem nyilódnak ki, amikor kilövik, szóval mindegy, ez csak ilyen gyerekhűítés. Viszont a minikonok rohadtul jó minőségűek és marha királyul néznek ki. A fölül láthatjátok az Autobot formájú minikonokat, alul pedig az álca formájú minikonokat. Mindig egy sorba végig fogjuk nézni. Elsőnek kezdjük Velociraptor nevű Autobot minikonnal, aki egy ilyen zöldes-kékes formájú ilyen körfűrészre hasonlít a leginkább. Marha jól néz ki. Azért is tetszenek ezek a minikonok, mert ilyen egyszerű a ilyen hordozható, vagy hogy mondjam, hordozható formájuk, és nagyon menő néznek így is. Az átalakítása roppant egyszerű, mindegyiknek az lesz, majd meglátjátok. Annyi a lényeg, hogy itt fölül ki kell kattintani ezt a kis pöcköt, majd itt ezt a pöcköt megfogva szépen kinyitjuk, és ő lenne itt Velociraptor, aki egy raptor vagy T-rex-szerű dinoszaurusz, és mocskosul királyul néz ki. Csak nem látok belőle semmit. Egy ilyen tüskés dinoszaurusz-szerű lény jött ki belőle. Ezt mondjuk mondtam. Mocskosul királyul néz ki, nagyon menő, és tényleg ez királyul van kialakítva ezekkel a fogaskerekes megoldásokkal, hogy összecsukódik. Tényleg nagyon király. Ugye ezen voltak ezek a figurák, plusz még ugye ilyen maketszerűen voltak ilyen kisebb alkatrészek, amiket így le lehetett szedni, ezt lehet rárakni a minikonra. Úgyhogy most akkor megnézzük, hogy hogy néz ki Velociraptor az Energon páncéljában. És ő lenne itt Velociraptor Energon páncél van, és nagyon kegyetlenül néz ki, tele van lézerágyukkal, karddal, meg ez a sisak is marha jól néz ki a fején. Egyetlen problémám van vele, ez a lézerágyú, ugyanis ezt a pöcköt kellene belenyomni abba, ott, abba. Csak az a probléma vele, hogy egy kicsit elcseszték a méret arányt, vagy nem tudom, de mindig, amikor belepróbálom tenni, belenyomom, és kijön belőle, ez így kilök ki magából szabályosan, de mindegy is, mert így is marha jól néz ki Velociraptor, viszont ezek az alkatrészek később még fontosak lesznek. Következő Autobotunk Beast Box lesz, aki szintén Autobot minikon lesz, ugye, és ennek is ilyen kör alakú kialakítása van, nagyon királyul néz ki, és most arra gondoltam, hogy megnézhetnénk a robot formáját, mert ugye ezekről a minikonokról így külsőleg nem lehet sokat elmondani, de akkor nézzük is, egyszerűen kinyitjuk itt elől ezt a két panelt, majd a kezecskéit, és ennyi lenne sandbox, sandbox, jó van, ügyes vagy Silver, és akkor ennyi lenne Beastboxnak a átalakítása, aki egy gorilla-szerű lény, és nagyon-nagyon-nagyon királyon néz ki szintén. Eléggé masszív figurának mondható, eléggé robosztusnak is.
Nagyon menőn nézünk ki. Tetszenek rajta ezek a színek, bár az a baj, hogy ez a narancssárga nem éppen hasonlít ehhez a narancssárgához, de ez részletkérdés. Minden esetre, hogy elég jó minőségű figurát kapunk. De akkor ne is húzzuk tovább az időt, nézzük is meg rögtön Beastboxnak a Energon páncélos verzióját. És akkor így néz neki Beastboxnak a Energon páncélos verzió, és nagyon kegyetlen. Ha engem kérdeztek, szerintem, ha Transformerek élek volna Spártában, az onkori Görögországban így néztek volna ki. Nagyon robosztus, nagyon kegyetlen, még egy lézerágyúszerűség is van a hátán. Marha jól megy hozzá ez a sárga szín, és úgy összességében is marha királyon néz ki, a sisakja is, minden. Szóval tényleg, ez nagyon beteg. Akkor most következzenek az álcák minikonjai, akit most a képen láthatok, ő Sandsting. Az álcák minikonjain, ahogy láthatjátok is, egy inkább ilyen rakétaszerű formát kapott, ami szintén nagyon királyon néz ki szerintem. De akkor nézzük is meg Sandsting robot formáját, ami szintén nagyon egyszerű. Egyszerűen csak meg kell fogni ezt a két zöld panelt itt, széthúzni, és ő lenne itt Sandsting, aki egy skorpió. Hát most nézzétek meg, szóval ez így kijönnek a lábai, de ez így konkrétan így van megcsinálva. Szóval ez nem én törtem le vagy valami, de csak úgy dísznek van ott, mert itt a lábai ugye egybe vannak. Jó, ez mondjuk érthető volt, hogy miért csináltak meg így, de ja, akkor is érdekes. Na de akkor eleget gyönyörködtünk a csupasz formájában, most nézzük meg a Energon páncélos formáját. Ez egy csupasz formája. És akkor ő lenne itt Sandsting Energon páncélba, és nagyon brutálisan néz ki. Azok a cápafejű ollók is nagyon királyak. A hátán lévő fejsze is, hogy nem tudom minek mondjam ezt, hogy a farkán lévő fejsze is nagyon beteg. Ezek az oldalt lévő ilyen buborékok, vagy ilyen méreg foszlányok is nagyon betegek, amit megtalálhatunk itt fönt is. Meg a sisakja is elég durva. Szóval ja, elég kegyetlenre sikeredett ez a figura is. Nagyon király lett tényleg. No de, akkor már csak egy minikonunk van hátra, aki nem más, mint Redbat, egy álca minikon. Megjegyzem, őről a tudom, hogy Soundwave-nek volt az egyik minikonja még a G1-ból, a képregényekben is benne volt. Bizonyára többieknek is volt, mint egy G1-os formáik, de ő egy ilyen emlékezetesebb karakter volt, legalább a képregényekből. Ő is egy ilyen rakétaszerű formát kapott, mivel ugye állt a minikon. És most meg is nézzük, hogy hogy néz ki a robot formája, ami szintén roppant egyszerű. Egyszerűen széthúzzuk itt az első két panelt. A testéhez képest fogva, hogy eltekerjük ezt a két szárnyat, igen, és akkor ő lenne itt a Redbat robot formája, mivel ő egy denevér lett. Nagyon beteg jól néz ki. És akkor most kérdezhetnétek tőlem, hogy ez mégis hogyan fog megállni, hiszen szárnyai vannak, igen, de találtak erre két panelt, amit le lehet nyitni, és akkor így leállíthatjuk szépen a figuránkat, ami egy jó ötlet volt, bár így érdekesen néz ki, hogy a szárnyain áll, de még így is elég menőn néz ki. Na de tudjátok, mi következik, úgyhogy nézzük meg az Energon páncéllal felszerelt Redbatet. És akkor így néznek életbet. Energon páncéllal felszerelt formája. Elég beteg, olyan, mint egy kétlábon járó lézerágyú. Nagyon-nagyon durván fel van szerelve. Itt a hátsó részen annyira nem, de itt nagyon kegyetlenül fel lett szerelve, úgyhogy elég betegül néz ki, azt kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon durva. Viszont még maradt valami a videó végére, ugye, amit láthatjátok néhány szemfülesebbet láthatják, hogy néhány ilyen Energon páncél darabot levettem, amik itt is vannak, mert ezekből össze lehet rakni egy Energon cápát. Nem mondom, hogy ezért érdemes megvenni minden négy figurát, de amikor ezt megtudtam, ez egy kellemes meglepetés volt, úgymond.
Úgyhogy ez egy király dolog volt. Összességében mit mondhatok el a figurákról? Nagyon királyul néznek ki. Tök jó ez a kis sorozat. Vannak hibái, például ezek a kis Energon páncélok, bár jól néznek ki, de némelyiknél nagyon-nagyon lejönnek, mint például ugye Velociraptornál is, de ezt mondhatnánk a kedvenc kis Scorpion Sand Sting kis buborékjairól is, úgyhogy ja, nem teljesen 100%-os ez a elgondolás. Viszont minőségben a maguk a figurák nagyon jók, jó pofa, hogy ilyen kis kicsik, és könnyen hordozhatóak is. A kilövőről nem tudok véleményt mondani, de szerintem hülyeség. Viszont ezek a minikonok tényleg jól vannak megcsinálva, jó pofák, úgyhogy csak ajánlani tudom. Én mondjuk konkrétan így akciósan tudtam megvenni, de így 3000 forintért a boltokban tényleg? Komolyan? 3000 forintért? Azért ennyit nem érnek. De minden esetre elég jó minőségűek, úgyhogy ha valaki nagyon be akarja szerezni, akkor ajánlani tudom ezeket a figurákat. Szóval ők lettek volna a Transformers Robots in Disguise című sorozatból eredeztethető minikonok, jól emlékszem. Második sorozata, remélem, hogy tetszett a legelső videó itt 2016-ban, még akkor is a 2015-ben vettem föl, de senkit nem érdekel, úgyhogy mindenkinek boldog új évet, és akkor a legközelebbi videóig, ahogy szokás. Sziasztok!